Várakozás alatt szerepelt az őszi szezonban a Máté Szalkai futballcsapat, a téli szünetben a 12. helyen áll a tabellán a Szatmári Gárda. Az MMTK Siska Attila irányításával kezdte el a bajnokságot, majd az ősz utolsó 4 meccsén egy 3-tagú stáb állított össze a csapatot. Ez a megoldás csak ideiglenes volt, a klub vezetői a szezon vége óta keresték az új edzőt. Csütörtökön eldőlt, hogy tavasszal Fogarasi Zoltán ül majd a csapat kispadján. A nyíregyházi szakember legutóbb az NB2-es Cigánnál dolgozott, amely vele jutott fel a másodosztályba. A tréner utoljára 4 évvel ezelőtt edzősködött a megyében, ennek ellenére nem lesz ismeretlen számára a közeg. Képbe vagyok a szabolcsi futballal, hiszen folyamatosan követtem az eseményeket, illetve azért 2013 volt egy amatőr Európa bajnokság, ahol a szabolcsi játékosokból összerakott csapata, az egyik edző kollégám és a jó magam irányításával az Európa bajnoki bronzérmet szereztünk. Úgyhogy azóta is nyilván követem az eseményeket, tudom azt, hogy a Máté Szalkai is milyen pozíciót képvisel, hogyan állnak most, nem éppen fényesen, és tudom, hogy az elvárások is erre utalnak, hogy kicsit lépjünk előrébb, de a többi csapat erejével is tiszta vagyok. Mondhatom nyugodtan, hogy a Szabolcs-Szatmár Berény megyei futball a múltját, a jelenét tekintve is egyik legerősebb az országban. Fogarasi Zoltántól a bennmaradás kiharcolását várja a klub vezetése, a szakember azonban szeretne a mezőny első felében végezni csapatával. Ehhez elsősorban az őszinél eredményesebb támadó játékra lesz szükség. Nagyon kevés gólt rúgott a Gárda. Ugye 15 meccsen 19 rúgott gól az nem egy szívderítő. Nem beszélve arról, hogy azért ez leátlagolva a meccsenkénti gólok, szerzett gólok számát, ez inkább a vesztett pontok felé hajlik, mint sem a szerzett pontok irányába. Viszont a kapott gólok száma sem sok. Tehát ahhoz képest, hogy 12. a csapat, és kapott 16 gólt, én azt gondolom, hogy ez egy remek mutató. Általában ilyen pozícióban azért 25-30 gól felett járnak már a csapatok. Tehát erre lehet építeni mindenképpen, viszont támadó játékunk hatékonyságát mindenképpen erősítenünk kell ahhoz, hogy itt azért jelentős előrelépés legyen. Elsősorban játék van, de úgy gondolom, hogy ha játék van, előrelépés, akkor az eredményességben is meg fog mutatkozni. A Máté Szalkai MTK hétfőn kezdi el a felkészülést. A csapat a megyei igazgatóság által szervezett műfüves téli torna nyírbátori csoportjában lép majd pályára hétvégenként. Az MMTK a tavaszi nyitófordulóban a nagyhalászt fogadja.